Sziasztok! Ez itt az AISK Akadémia Java Junior videókurzusa, és itt akár egyedül is elsajátíthatod a Java programozási nyelvnek az alapjait. Ha nem csak hobbiból gondolsz a programozásra, hanem karriert is építenél rá, akkor ajánlom figyelmedbe hétvégi kis, hatfős csoportjainkat, ahol teljesen kezdő szintről egy év alatt egy professzionális szintet is elérhetsz, amivel már el tudsz helyezkedni programozóként. A hétvégi kurzusaink nem csak kezdő, hanem haladó szinten is megrendezésre kerülnek, és élő órás kereteken belül. A mai témánk a lambda kifejezések. Folytatjuk igazából a funkcionális programozási elveknek a megbeszélését. Mint mindig a témáknak az időbélyegzőit, azt megtalálhatod itt a videó alatti leírásban, ami az adott témára ugorhatsz. De mielőtt ezt megtennéd, csak egy gyors emlékeztető, hogy ne felejts el a feliratkozói haramra kattintani, hogy értesülhess az új részekről és nem maradj le a legújabb magyarázatokról. Az előző részben beszéltünk a funkcionális interfészekről. Készítettünk például egy ilyen saját funkcionális interfészt, aminek az volt a neve, hogy Two Operand Operation, vagyis két operandusú művelet, tehát olyan matematikai művelet, aminek két bemeneti adata van, például az összeadás az ilyen, és ez igazából egy teljesen hagyományos helyi változó, amit itt létrehoztunk az előző részben, az volt a neve a változónak, hogy Edition, vagyis összeadás. A változónak a típusa, az ez a funkcionális interfész volt, és rögtön értékül adtuk neki egy objektumra mutató referenciát, amit itt helyileg hoztunk létre. Ez egy ilyen névtelen belső osztály, amit létrehoztunk. Ugye az interfésznek a nevét tüntettük fel a new operátor mögött, tehát olyan, mintha példányosítanánk az interfész, de ugye az interfész nem lehet példányosítani, hanem ilyen szintaktikával lehet létrehozni egy névtelen belső osztályt. Itt igazából azt mondjuk a Jávának, hogy a To Operand Operation interface-t azt terjessze ki, vagy hát valósítsa meg egy új osztályjal, aminek nem adunk nevet. Ebben az osztályban uh, override tehát definiáljuk felül az execute metódust, és készítsünk egy példányt ebből az új névtelen osztályból, és enne, erre a újonnan létrejött példányra mutassunk rá ezzel a referenciával. Tehát itt elég sok minden történik a háttérben, ez a szintaxisa. Viszont ez nagyon bőbeszédű, tehát ez itt hat sornyi kód, amit írnunk kell, csak azért, hogy igazából ezt a rövid logikát megvalósítsuk. Ugye annyit írtunk le igazából, hogy A meg B a bemenet, és az eredmény az pedig a kettőnek az összege, ami légében ezzel a kijelölt résszel is leírható lenne, de ez a nagyon sok körítés kellett hozzá. És ez az, amiben segít nekünk a lambda kifejezések, amit most meg fogunk nézni, ami a Java 8-as verzióta érhető el. Ezt a részt, amit kijelöltem, ezt rövidíti le. A baloldalt, azt igazából nem fogjuk változtatni, tehát továbbra is valamilyen nevet kell adnunk a változónk, változónknak, bocsánat, és továbbra is lesz valami típusa a változónak, ami mindig egy funkcionális interfész lesz a lambda kifejezések esetén. Ezt az elsőt fogjuk majd átalakítani, de először is nézzük meg, hogy mik a nyelvtani szabályok, amikor egy lambda kifejezést szeretnénk írni. A legegyszerűbb szerintem, hogyha ezt ide kommentben beírom, jó? Lambda kifejezés, angolul ez a lambda expression. Mik a szabályai? Egy lambda kifejezés az úgy néz ki, hogy van egy bal oldala, van egy középső része és van egy jobb oldala. Baloldalon vannak az úgynevezett formális paraméterek. Mindig ezek vannak baloldalon. Középen van mindig az úgynevezett nyílt token, ami így fog kinézni, egy kötőjel és egy nagyobb jel. és jobb oldalon van a lambda kifejezés törzs része. akkor mutatok egy példát, például A, B, nyíl, A meg B. Ez egy lambda kifejezés itt, amit ide írtam. Így fogjuk tudni rövidíteni ezt a sok hatsorni kódot. Na de nézzük meg még egy picit részletesebben, hogy pontosan még milyen szabályok vezérlik. Ugye például a kerekzárójelekről eddig nem is beszéltem, itt meg kiraktam ugye a kerekzárójelet. Hogy, ugye ami itt baloldalt van, tehát ezek a formális paraméterek, ezeket hivatalosan így hívjuk. Itt most két formális paraméter van, az A meg a B. Hogyha több mint egy, több mint egy formális paraméter van, akkor kötelező a kerek zárójá. És itt most több mint egy van, mert ugye kettő van, lehetne ugye három, négy, stb. igazából akármennyi. Itt most kettő van, úgyhogy kötelező kitennünk a kerekzárójelet. Formális paramétereket kerekzárójelekbe kell foglalnunk. Ha csak egy formális paraméter van, akkor a kerekzárójel opcionális. No? Tehát, hogyha csak a lenne mondjuk itt a bemenet, akkor nem kéne, nem kötelező kiraknunk a kerekzárójelet, bár ilyenkor is kirakhatjuk. De ilyenkor teljesen elfogadott, ha csak azt írjuk, hogy a nyíl, és akkor az an meghívunk valamit, vagy valamit csinálunk az a változóban lévő értékkel. Szóval ilyenkor opcionális, tehát vagy kitesszük, vagy nem akkor van arra lehetőségünk, hogy a formális paramétereknek megadjuk a típusát. Tehát írhatnám én azt, hogy int a, int b, a plusz b. Ha egy formális paraméternek megadjuk, úgy írom inkább, hogy formális paramétereknek opcionálisan megadható a típusa, Ha egy formális paraméternek megadjuk a típusát, akkor mindegyiknek meg kell adnunk. Jó, tehát azt nem vegyíthetem, hogy az egyiknek megadom, a másiknak nem. Olyat nem írhatok, hogy a vesző int b. Olyat se írhatok, hogy int a vesző b. Vagy el, tehát el kell döntenem, hogy vagy egyiknek sem adom meg a formális paraméternek a típusát, vagy mindegyiknek megadom. És ilyenkor, ha a formális paraméter típusát megadjuk, akkor kötelező megint. Kötelező a kerek zárójel. Tehát ezek a szabályok lényegében a lambda kifejezésnek a bal oldalára. A középső rész az, az a legegyszerűbb. A középső rész mindig csak a nil tokenből áll, és ez mindig kötelező. Itt egyetlen egy kavarodásra van lehetőség, hogy a nyílt tokent ezt felhasználták későbbi Java verziókban arra is, hogy ugye a switch, mint vezérlőszerkezetet, szerkezetet, azt tipikusan utasításként használhattuk, de későbbi Java verziókban már van switch kifejezés is, és itt továbbfejlesztették ezt a switch-et olyan szempontból, hogy a kézeknél nem feltétlenül csak azt írhatjuk, hogy kéz egy kettős pont, kéz 2, kettő, kettős pont, és amikor volt ez a false through logic, hogy az egyik ilyen címkénél belépünk a switchbe, és onnantól lefut az egész switchnek a törzs része, ezt megváltoztatták, és a kettős pont helyett, a kézutáni kettős pont helyett írhatjuk ezt a nyíltokánt, ugyanezt a kötőjel nagyobb jelet, itt is megjelenik a nyíltokán, de itt a switch kifejezésnél, meg switch utasításnál ez azt jelenti, hogy a false through logicot kapcsolja ki, tehát kizárólagos eseteket listázunk. De ezt leszámítva máshol a jávában a nyíltoken nem fordulhat elő jelenleg. Úgyhogy, ha látunk egy ilyen nyíltokent, akkor jó eséllyel egy lambda kifejezésről van szó. Szóval erről elég jól lehet azonosítani, hogy ez egy lambda kifejezés. Jó, tehát a középső része az mindig a tokenből áll. A jobboldali része a lambda kifejezésnek kétféle lehet. Az egyik az az, amikor csak egy kifejezést, csak egy normál kifejezést tartalmaz. Ezt láthatjuk itt. Itt a jobb oldal, az csak egy normál kifejezés, A plusz B. De van arra is lehetőség, hogy egy utasítás blokkot tartalmazzon. Ez úgy néz ki, hogy például a, meg b a bemeneti paraméterek nyíltokán. Ilyenkor kapcsoló zárójelet kell tennünk, ugye az utasítás blokk az van, és akkor itt írhatunk igazából több sornyi kódot. Tehát akár itt írhatok olyat, hogy int, c és c egyenlő a plusz b. És ilyenkor ki kell írnom kifejezetten a return vezérlés átadó utasítást is. És természetesen be kell zárni ezt a kapcsol zárójelet. Jó, tehát így ilyet is adhatok meg. Ha megfigyelitek, akkor lényegében ez egy metódusnak a törzs része. És itt nem csinálunk mást egy ilyen lambda kifejezéssel, mint egy metódust, olyan, mint egy névtelen metódus. Igazából egy névtelen metódus definiálunk. Ezek igazából a metódusnak a bemeneti paraméterei, amit tipikusan a metódus azonosítója mögött kerek zárójában szoktunk felsorolni. A nyílt token az csak elválasztja igazából a bemeneti paramétereket, meg ugye az utasításblokkot, és akkor itt az utasítás blokkban, úgy, ahogy a metódus definíciónál is, nyitó és záró kapcsolzáró jelek között felsoroljuk, hogy milyen utasításokat kell végrehajtson szekvenciálisan majd a jáva. Lényegében ez a metódusnak a törzs része, amit most itt kijelöltem. Nyilván ez az egész, ezt arra találták ki, hogy ilyen vagy ehhez hasonló rövidítésekkel éljünk, hogyha valami nagyon hosszút kell írnunk, akkor megfontolandó, hogy egyáltalán lambda kifejezést használunk-e. Viszont, hogyha tudjuk ilyen röviden megfogalmazni, akkor rövidíthet és könnyítheti a kódunknak az olvashatóságát, hogyha ezt használjuk. Tehát ilyen esetekben abszolút preferált az, hogy lambda kifejezéseket használjunk. Illetve az a legjobb, és ez a funkcionális programozásnak a lényege is, hogy itt ugye bemenetként kapunk egy A meg B értéket, és az a legjobb, hogyha ez a törzsrész, akár így írjuk, akár így írjuk, az csak a bemeneti paraméterektől függjön, és semmi külső állapothoz ne nyúljon hozzá. Tehát egy kinti környezetben lévő változó ne változtasson, ne módosítsa az állapotát másképp a programnak, hanem csak valamit ezekkel a bemenetekkel kezdjen. Úgymond állapotmentes legyen ez az utasítás blokk. Ne legyen mellékhatása, így is lehet fogalmazni, side effectnek szokták ezt sokszor hívni. Jó, tehát hogyha olyan műveletet akarunk végrehajtani, hogy bejön, az, bejön, egy A meg B, és csak az A meg a B kell ahhoz, hogy végrehajtsuk ezt a feladatot, akkor ez egy nagyon jó jelölt arra, hogy ez egy lambda kifejezés legyen. Hogyha az A meg a B a bemenet, de itt valami máson is módosítunk, valami teljesen más objektumon, akkor megfontolandó, hogy egyáltalán használjuk -e a lambda kifejezést, ugyanis átláthatatlanná teszi a kódot, és egyéb mellékhatásokat is tud generálni. De hogyha csak az A meg a B-től függ az, hogy mi legyen a, az eredmény, amit kikalkulálunk, akkor viszont a lambda kifejezés egy ideális választás. Na most, akkor enne, ez alapján az előző részben, amiket írtunk, ö, ilyen kis logikák, ezeket alakítsuk át most lambda kifejezésekké. Ezen szabályok alapján. Tehát először is volt itt egy ilyen, hogy addition, ami two operand operation funkcionális interfész típusú volt, és akkor ezt a részt tudjuk lambda kifejezésé átalakítani. Ugye ez az a nagyon hosszadalmas, soros rész. Persze be lehetne tördelni ezt is csak egy sorba, de akkor is nagyon sok szintaktikai elemet kell használnunk ahhoz, hogy megvalósítsunk egy összeadást. Ehelyett tudjuk azt írni, én ezt most lemásolom, az eredetit azt kommentezem, hogy láthassuk, hogy mi volt és mi lett, és akkor ide Megírom az újat. Tehát az összeadás az nem más, mint egy olyan lambda kifejezés, ahol a meg b a bemenet és a plusz b lesz az eredménye. Jó, tehát ezt 34-39-ig, amit láttok kód, az a teljesen egyenértékű a 40-es sor. Egy sorban le tudtam írni azt a 6 sornyi kódot és ez, még egyszer mondom, ez Java 8 óta érhető el, tehát ha a 8-as verziót, vagy annál későbbi Java verziót használtok, akkor tudtok élni ezzel a lehetőséggel. Sokkal tömörebb lesz az egész. Nézzük meg a következőt, int binary operator, ugye erről beszéltünk az előző alkalommal, hogy ez a java ba beépített, a Java Util Function Package-ben található, előre definiált funkcionális interfész, Igazából úgy néz ki, hogy van benne egyetlen egy absztrakt metódus, aminek két int a bemenete, és egy int az eredménye. Lényegében ugyanaz, mint amit mi is definiáltunk a two operand nál mert két int volt itt is a bemenet, és egy int a kimenet. És igazából, hogy mi a metódusnak a neve, az ilyen szempontból teljesen lényegtelen, de ez az a névtelen metódus, amit igazából a lambda kifejezésünkkel megvalósítunk. Tehát, hogy néz ki akkor az int binary operátor esetén ez? Nem kell ez a sok minden, hanem a kivonás az nem más, mint a vesző B, kerekzárójelben nyíl, a-b, pontos vesző. Jó? Megint egy sorba sikerült megfogalmaznom azt, amit előzőleg hat sorban tudtam csak leírni. Beszéltünk egyéb fun fontos funkcionális interfészekről is az előző részben. Az egyik ilyen az a supplier volt, ami egy olyan, ami nem kap semmilyen bemenetet, de visszaad valamit. Na ezt hogy tudjuk átírni? Nézzük meg. Megint lemásolom, és kikommentezem az eredetit. És igen, itt ezt elfelejtettem megemlíteni, de vissza is jövök, jó, és hozzáírom, hogy Ugye arról beszéltünk, hogy mi van, hogyha egy formális paraméter van, mi van, hogyha több formális paraméter van, de arról nem beszéltünk, hogy mi van akkor, hogyha nulla van. Ha nulla formális paraméter van, akkor kötelező az üres kerek zárójel. Jó, tehát ha nincsen semmilyen bemenete ennek a metódusnak, mint a supplier esetén, akkor ki kell raknunk egy üres kerek zárójelet, nyílt token, és akkor ugye ez egy Hello World szöveget adott vissza, lényegében ezt a szöveget berakjuk ide, és pontos vesző. Jó, tehát ez semmilyen bemenetet nem kap, és visszatér ez a metódus a Hello World stringgel. Lényegében a supplier interfészt megvalósítjuk egy új névtelen osztályjal, és ebben a névtelen osztályban override megvalósítjuk, felülírjuk a get metódust, és kifejtjük annak a részeit. A get metódus ugye nem kap semmit bemenetként, és a törzs része az nem lesz más, mint az, amit ide írtunk, tehát visszatér, itt nem látszik, de igazából return hello-word-string, tehát visszatérünk a hello word string -el ugye pont ezt várjuk el ettől a metódustól, hogy ez egy stringgel visszatérjen, ugye T típussal tér vissza, de mivel itt a supplier-t a stringnek adtuk meg, a string a típus paraméter, ezért stringet fog visszaadni ez a, ennek a supplier interfészben lévő get metódus visszatérési értékként. Jó, tehát ez egy lambda kifejezés. Nincsen bemeneti paraméter ennek a névtelen metódusnak, és egy stringelt tér vissza. Lényegében előállítja nekünk a hello world stringet. Ez egy ilyen supplier. Nézzük a másik végletet, a konzumert. Ugye a konzumer volt az, ami ennek az ellentetje. A konzumer az be, kap bemenetként egy ilyen típust, egy integert ebben az esetben és nem ad vissza semmit. Tehát ha megnézzük a consumer interface-t, akkor van benne egy accept metódus, bemeneti paraméterként kap egy tetszőleges típusú objektumot, de ő már nem ad vissza semmit. Ez egy ilyen végső művelet lényegében. És ezt meg úgy írhatjuk le, hogy itt bemenetként ugye kap egy számot, mondjuk hívhatjuk numbernek, nyíltokán, és mit csinálunk vele? Ugye azt csináltuk, hogy kiírtuk igazából a standard kimenetre. Ez egy utasítás, úgyhogy használhatom. Nem kell kapcsolzárjelleket írnom, hanem csak ilyen kifejezésként írhatom ezt. Ez a kijelölt rész, ez a lambda kifejezésem. Number, a, bal a nyílt token bal van a bemeneti paramétere, ennek a metódusnak egy number, egy integer megy be, és ugye a system out printelen metódus az nem tér vissza semmivel, ennek csak mellékhatása van, a mellékhatás az, hogy a konzolra kiírjuk a számot, és a szám után egy új sor karaktert, mert ugye a print ellen metódust használtuk. Jó, tehát ezt is ilyen egysorosan fel tudjuk tüntetni. És akkor volt még a function, ami egy tipikus ilyen köztes művelet, ami kap egy ilyen típusú bemenetet, és egy ilyen típusú kimenetet generál. <kül> ezt is le tudjuk rövidíteni. Ugye itt is igazából a function az egy bemenetet kap, tehát ebben egy olyan metódus van, ami egy bemenetet kap egy T-típust, és egy R return type, result type fog visszatérni. Tehát bemenetként ő kap egy stringet. Ugye itt most azt írtuk meg legutóbbi alkalommal azt a logikát, hogy a kap egy stringet bemenetként, és annak a hosszával tér vissza. Tehát itt kap egy textet mondjuk bemenetként, és visszatér a text.length-el. Jó, ez megint egy lambda kifejezés. Egy darab bemeneti paraméterünk van, ez az, amit a nyílt balra látszódik. Ez a text, ez a bemeneti paraméter ennek a metódusnak. Ez pedig a törzse a metódusnak, vagyis térjen vissza a textnek a hosszúságával. Nagyon röviden tudok leírni egy metódust itt, egy ilyen névtelen metódust. És sokkal kevésbé lesz bőbeszédű így a kódom, hogyha ezt ilyen formán írom. Jó, és ahogy látjátok, igazából ebben nincs is már fordítási idejű hiba. Most persze definiáltunk ilyeneket, ilyen lambda kifejezéseket, hogy tudjuk ezeket használni. Ugye az edition azt használom is, mert azt itt lent, azt mondom, hogy calculate metódusnak átadom az edition de úgy tudom használni, miután definiáltam, hogy ugye az edition akkor meghívom azt a metódust, ami definiálva van rajta, ami itt most az execute és akkor megadom, hogy mondjuk adja össze a 12-t, meg a 42-t, és akkor a result, a summa, az el tudom tárolni egy helyi változóban. Jó, tehát ugyanúgy tudom használni, mint bármilyen más objektumot, egyszerűen meghívom ugye az interfészben definiált metódust, az execute-ot, ezen a referencián keresztül. Ugyanígy néz ki a többinél is, subtraction, pont, apply ez így, itt így hívják ezt a metódust, és akkor azt mondom, hogy még a 10-ből vonjunk ki hetet, és akkor ez lesz az eredményünk. És persze ez a rész, meg ez a rész, ez teljesen máshol lehet a programunkban. Tehát itt definiáltunk egy műveletet, amit subtractionnek hívunk. Ezt paraméterként át tudom adni a programomnak a többi részének, metódusoknak tényleg, tehát meghívok egy metódust, és ott paraméterként átadom, mint ahogy itt lent is látható. Van egy calculate metódus, két uh, szám az első két paraméter, és a harmadik paraméter az pedig maga a művelet, amit végre kell hajtani a számokon. Jó, tehát ilyen formán megtehetem akár azt is, hogy itt azt mondom, hogy calculate, és uh, itt, itt, csak az a fontos, hogy, uh, hogy two operand operation vár, ez bemenetként, Na most nekem ugye van a two operand operation, meg az in binary operator, ami két különböző típus, tehát ezt a Java nem tudja, hogy ezeket ő külön típusnak fogja kezelni, mert más a nevük. Hiába van az, hogy a benne lévő a single abstract method, annak ugyanaz igazából a leírója. Jó, tehát emiatt igazából csak ilyen típusként definiált lambda kifejezést adhatok át a kelkülét metódusnak. Jó, és akkor van itt a Hello World Supplier, ezt is például úgy tudom uh, kihasználni, hogy uh, mondjuk System Out print Line, és akkor azt mondom, hogy My Hello World Supplier get. És akkor ez visszaadja nekem a stringet, és akkor kiírjuk. Akkor ezt az integer consumer ezt úgy tudom, hogy uh, my integer consumer. Accept, és akkor megadok neki egy számot, akkor azt ugye elfogadja, lényegében ezzel kiíratom a 77-et, úgy fogyasztja el, hogy ugye továbbadja igazából a printelem metódusnak, tehát lényegében kiírja a konzolra, és ezt a function ezt meg úgy tudom, hogy integer lesz, ugye ez a, a hosszúsága a szövegnek, és akkor azt mondom, hogy my function .apply és akkor itt megadom, hogy ennek a szövegnek a hossza. Jó, tehát ez egy string, ez a bemenete ennek a functionnek, és átalakítja, ugye ez a művelet, ez annyit csinál, ez a lambda kifejezés, hogy a szöveget, szöveg a bemenet, string típusú a bemenet, és integer a kimenet. A szövegnek megnézi, hogy me mekkora a hossza, és azzal tér vissza. Tehát lényegében megszámolja, hogy ez hány karakterből áll, és azzal tér vissza. Ez fogja a length of text helyi változóban eltárolni. Jó, és volt még egy példánk, a predikét, predikátum, ami egy ilyen tesztelés, ami eldönti egy tetszőleges típusú bemenetről, hogy arra most igaz-e valami feltétel, vagy nem. Itt ugye azt néztük, hogy a szövegnek a hossza az kisebb, mint 6, Ugye bemenetként kapunk egy szöveget, egy textet, ez, ez, a formális paraméter, utána jön a nyílt token, és akkor itt ugye megnézzük, hogy a szövegnek a hossza az kisebb, mint 6. Jó, ezt pedig így tudom átírni egy lambda kifejezésre, ez itt maga a lambda kifejezés, ez a lambda kifejezésnek a típusa, ez pedig ugye egy változó, amivel rámutatunk erre az lambda kifejezésre, mint objektumra. Jó. De a 83-tól 88-ig lévő sorok az pont ugyanazt jelenti, mint ami a 89-es sorban egyedül le van írva. No, tehát ez fontos itt figyelembe vennünk, hogy ez a kettő teljesen egyenértékű. Jó. Ehhez kell egy kis idő, amíg az ember ehhez hozzászokik, ehhez a funkcionális programozási gondolkodásmódhoz, de gyakorolni fogjuk majd az elkövetkezendő részekben, ugyanis beszélni fogunk hamarosan a Stream API-ról, vagy Stream API-ról, ahol ez nagyon extenzíven ki van használva, ezek a lambda kifejezések, és ott látni fogjuk ennek az értelmét, hogy ez miért jó. Nagyon röviden tudunk megfogalmazni egész bonyolult műveleteket majd. Úgyhogy érdemes ezt ismerni. Most egyenlőre én azt javasolnám, hogy ezt a példát, amit itt együtt is megvalósítottunk, ezt ti is próbáljátok ki otthon, illetve ez tipikusan egy ilyen tanulandó rész itt az elején. Hogy igen, mik, mik a szintaktikai szabályai a lambda kifejezésnek? Nem annyira bonyolultak, elég könnyű elsajátítani, de ezt érdemes így megtanulni hogy ha találkoztok lambda kifejezéssel, vagy ha magatoktól kell írni, akkor ezeket tudjátok követni. Hogyha valamelyiket ezek közül nem követitek, akkor fordítási idejű hibát fogtok kapni, szóval ezeket fontos ismerni. Szerencsére nem olyan sok, de azért van néhány, amit, amit fontos ezzel kapcsolatban tudni. Ennyit szerettem volna a mai részben. A funkcionális programozásnak a részleteivel folytatjuk majd legközelebb is. Jó tanulás nektek addig is! És ezzel a mai rész végéhez is értünk. Köszönöm szépen figyelmed! Mint mindig most is várom észrevételeidet és kérdéseidet a videó alatt komment formájában, vagy a premier vetítés alatt akár a chat ablakban. Ha tetszett ez a rész, akkor kérlek hozd meg! Ne felejtsd el megnézni az előző heti rész sem, ahol az anonim inner klasszokról beszéltünk. Nézd meg ezeket a videókat is, és iratkozz fel csatornánkra, hogy még több programozással kapcsolatos tudásra tehess szert.